szörnyű ez, de tényleg gimnázium óta az ember nem mond verset. Megtanulod a költők életét, tanulsz egy csomó verset, elmész az egyetemre, még tanulgatsz a jó színművészetét, tanulgatsz verseket, de utána nincs rá szükség, és kiesel a gyakorlatból. Én ezért voltam nagyon zavarba ma. Hogy mondom, basszus, nagyon régóta nem mondtam verset, és így ez néha azért zavaró, hogy nincs ebben olyan gyakorlatod, mint mondjuk régen az idősebb generáció. Nagyon megmozgatja az agyat, és azt, hogy jobban koncentrálj egy szövegre, nem az van leírva, hogy szállj föl a buszra, hanem szállván az útnak, annak a lábánál, hogy, és tudni, hogy ez mit jelent. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így meg van mozgatva az agyat, hogy így is tud gondolkozni. Vagy hogyan tudod ezt a sort úgy elmondani, hogy úgy mondd el, hogy felszálltam a buszra. Szóval általában ezekkel a szövegekkel az a jó feladat, hogy úgy megcsinálni, hogy te értsd, hogy mit mondok. Mert az egy dolog már, hogy én értem, de nagyon sok helyzetben azt még te nem érted, amit én értek. És az a lényeg, hogy ezt a verset úgy lehessen elmondani, hogy te is megértsd azt, amire én gondoltam. Szerintem sokkal könnyebb először balladákat olvasni. Olyanokat, amik olyanok, mint egy mesék. Mert sokkal jobban megérted annak a világát, tudod kötni egy történethez, és könnyebb azokat a képeket meglátni először. Nagyon fontos az, hogy ki az a költő, és hogy milyen az élete. Hát, hogyha tudod az életét, és nagyjából képben vagy vele, hogy mi történt vele, mikor szenvedett, kit vesztett el, mikor született gyereke, vagy mikor volt boldog, mikor volt lent, ki volt a barátja, ki hatott rá, akkor tudod behelyezni azt a verset, hogy az az időszak miről szól, és hogy az a vers, az mihez kötődik. És akkor már nagyon, akkor sokkal könnyebb megérteni is egy verset szerintem.